Az óvodai szülői szervezetek az odajáró gyermekek érdekeit képviselik. Nincs ez másként a Tamási Aranyerdő óvodában sem, ahol számos programról gondoskodnak. Ez a csapat, ennek a csapatnak a magja, ez 2016 és 17-es nevelési évben kezdte el a munkát itt az óvoda berkein belül. Legfőbb feladata az, hogy a szülők és a gyerekek érdekeit képviselje az óvoda életében, emellett támogassa és segítse a mindennapokat, a mindennapi programokat és az óvodai életet. Általában havonta rendezünk egy megbeszélést, ilyenkor a minden csoportból legalább két fő delegálnak a csoportok, ilyenkor ülnek össze a szülők és az adott hónapban lévő programokat, illetve felmerülő kérdéseket szoktuk megbeszélni. Minden évben három programot rendezünk. Most itt a lezárások miatt egy kicsit előre hoztuk az első programunkat, egy óvis futás. A másik egy karácsonyi vásár, amire a szülők és gyerekek készülnek, illetve az óvis bálunk. Minden rendezvényünknek a célja az adománygyűjtés, illetve hogy egy jó közösséget kovácsoljuk. A legközelebbi eseménye a szülői szervezetnek a február 26-i jótékonysági bál lesz. A legelső bálunkat 2018-ban szerveztük, azt a művelődési központban, de mivel annyira kinőtte magát ez a bál a városi rendezvények között, így nagyobb helyszínt kellett keresnünk, és ez a Béri Balog Ádám gimnáziumnak az aulája lett. Minden évben ugyanaz a zenekar játszik most már. Próbáljuk az előző évekből mindig a tapasztalatokat összeszedni, és egy egyre színvonalasabb rendezvényt rendezni. Mindenkit várunk szeretettel, tehát nem csak a szülői közösséget, hanem bárkit a városból és a környékből. Ott nagy szülők is jönnek, a környező falvakból is érkeznek. Tehát az utolsó bálunkon 180 fővel buliztuk át az éjszakát, úgyhogy én azt mondom, hogy most már egyre többen jönnek. A szülői szervezet a programokat minden alkalommal jótékony céllal hívja életre, nincs ez másként az óvis bál kapcsán sem, ahol a belépő árán kívül majd tombola jegy vásárlással lehet hozzájárulni az Aranyerdő óvoda és bölcsőde gyerekeinek szervezett programjuk megvalósításához. Egyértelműen az adománygyűjtés is, itt is a fő szempont. Minden évben ezekből a begyűjt adományokból támogatjuk az óvodai rendezvényeket. Gondolok itt a kiszenapra, a gyereknapra, a mártonnapra. Gyereknapra például szoktunk rendelni minden évben ugrálóvárakat, arcvestést, és csillámtetoválást csinálunk a szülőkkel, illetve minden évben megvendégeljük a gyerekeket fagyival. A jegyeket egyébként az óvodai és a bölcsődei csoportokban, illetve az óvoda titkárságán lehet megvenni február 25-ig, tehát mindenképpen elővételben számítunk a vásárlásra. A február 26-ai jótékonysági óvisbálba szeretettel várják az érdeklődőket.